Tegyük fel, hogy van 22 ezer dinárunk havonta. Mire elég ez? És most újabb adattal bővítjük a mondatot. Tegyük fel, hogy van 22 ezer dinárunk havonta 8 gyerekre és 2 felnőttre. A kérdés ugyanaz. Mire elég ez? A szabadkai 10 fős Szádovics család ugyanis ennyiből gazdálkodik. Csak kenyérből legalább 6 fogy naponta. Hiába fordultak azonban segítségért a szociális központhoz. Voltak kint is, meg is nézték a házat is, meg minden, leírták a véleményüket, azt mondták, hogy privát személyek, ha vannak, és hajlandók bennünket támogatni, akkor támogassanak, mert szükség van a támogatásra, de ők nem kapunk semmit tőlük. A férj nemrég munkát kapott, 4 gyerek után pedig családi pótlék is jár, ráadásul alkalmanként sikerül egyszeri segélyeket is kapniuk. Ennyi pénzből azonban még mindig nagyon nehéz iskoláztatni, öltöztetni és etetni a gyerekeket, panaszolja az anyuka. Mostan itt az iskola, 6 gyerek, ott minimum 60 darab füzet kell. És akkor azt az ember, ha kiszámolja, hát nem kis pénz. Az mellé még mennyi minden kell. Úgyhogy még most is nagyon sok minden van, amit nem vettem meg, mert hát nem bírom. Nem egyedi az esetük Szabadkán. A szociális központ igazgatója elmondta, 3725 család igényli a szociális segélyt, ezt az állam finanszírozza. A városkasszából is támogatják a rászoruló családokat, nem csak anyagiakkal. Vodim računa o maloletnom detetu do 18. godine, a što se tiče službe odraslih, uglavnom su to domski smeštaj za stare ljude, znači imamo lepu saradnju sa gerontološkim centrom. A Szociális Védelmi Intézet munkatársai szerint Szerbiában 295.726 polgár kapott anyagi támogatást a szociális munkásoktól, ugyanis a rászorulók már maguknak és családjuknak sem tudtak élelmiszert vásárolni. Állandó segélyt 91.099 lakcímre küldenek ki, egyszeri támogatásban pedig 106.726 háztartás részesült.